A Magyar Reumatológusok Egyesülete Pécset rendezte éves vándorgyűlését azzal a céllal, hogy a szakma képviselői elsősorban a gyulladásos reumatológiai és immunológiai betegségekre fókuszálva tanácskozzanak elméleti és kutatói megközelítéssel a szekciók keretében. A legfontosabb terület most a gyulladásos reumatológiai kórképek, leginkább a reumatoid artritis, ahol nagyon sok ízület gyulladt és egy komoly krónikus betegség. Ebben a betegségben nagyon sok új gyógyítási terápiás lehetőség került a kezünkben, és ezeknek a kérdésének a megvitatása és a reumatológia többi részének a megvitatása nagyon fontos. Tulajdonképpen az utóbbi 10 évben kerültek be az úgynevezett biológiai terápiás eljárások. Ezek olyan fehérje természetű anyagok, amelyek képesek a betegséget, a reumatoid artritiszt fékezni, vagy megállítani a gyulladásos folyamatokat, és egyre több ilyen szerünk van, és ezeknek az alkalmazása az drámaian javította a betegeknek a helyzetét. A konferenciához kapcsolódva a szakdolgozók is professzionális fórum keretében találkoztak, mintegy 100 fő részvételével. A Magyar Reumatológiai Szakdolgozók Egyesületének 2 éves megalakulása óta célja többek között a betegek és a velük foglalkozó nem orvos munkatársak reumatológiai ismereteinek növelése és a tagok szakmai és tudományos ismereteinek bővítése. Ebben az az érdekesség, hogy ugye például egy ápolónő nem feltétlenül lát bele egy gyógytornász munkájába, és fordítva. Tehát itt lehetőség nyílik arra, hogy betekintést nyerhessünk egy kicsit egymás munkájába, a szakmának az újításaiba, és mindig vannak gyakorlati úgynevezett workshopjai, amelyben lehetőség van gyakorlati bemutatóra, illetve a gyakorlati technikáknak az alkalmazására. A vándorgyűlésen díjak oklevelek átadására is sor került. Dr. Minier Tünde a reumatológiai és immunológiai klinika tanársegédje, de Sattel díjat vehetett át tudományos közleményéért.